Ilyen szépen kifejlett kékszőlőfürtökkel gyakran találkozhatunk, mint ezen a szekszárdi kékfrankos sorokon, mind a szekszárdi, mind a tolnai borvidéken. Márhol persze mindent megkapott a növény, ami feltétlenül kell neki, és a növényvédelem időarányos, szakszerű volt. Ez persze nagyban annak is köszönhető, hogy a szőlő három legfőbb ellensége a lisztharmat, a perenoszpóra és a szürkerothadás ellen az idén nem volt túl nehéz felvenni a küzdelmet a kisebb-nagyobb termelőknek. A közép- és későérésű fajták még október közepéig a nagy minőség reményében kint alszanak. Amennyiben rendkívüli nagy esőzések nem lesznek, Füzi István fejlesztő mérnök, növényvédelmi szakember állítja, a szürkerothadásnak is kicsi a valószínűsége. Ha eddig megúszta a szőlő és minimális a fertőzöttség, már pedig most nagyon úgy néz ki, van, ahol nem is lehet még észlelni a botrytiszt, esetenként beindult már, de azokat a kritikus fajtákat zömmel már le is szedték, amelyek nagyon rothadásra hajlamosak, a fehér borszőlőfajták, azok a korai vörös borszőlőfajták, és amik most kimaradnak, azok már nem annyira. Tehát ahhoz már valami extrém módon csapadékos idő kellene, hogy ebből még egy súlyos rothadás összejön. Én ennek nagyon kicsi esélyét látom. Hosszabb szünet után 2019-ben jött egy perenoszpora járvány, tartottak is tőle a gazdák most is, de az idén a vártnál gyengébben volt és van jelen ez a gomba betegség. A szürkerothadás kialakulásához szükséges feltételek sincsenek jelen. Ha addig jól megvédtük a szőlőt, így augusztus végén, és akkor még utoljára egy záró permetezést végzünk, akkor azzal már olyan nagy baj nem történik. Az, hogy vitorlán megjelenik itt-ott, az már olyan nagy kárt nem okoz, esetleg elkezd a vitorla levélzete itt-ott hullani, még az se. A jelen esetben pedig itt a mi borvidékünkön, itt minimális a perenoszporának az előfordulása. Tehát itt is nézegettük most 5 percen keresztül, és nem találtam benne perenoszpora tünetet, tehát alig van perenoszpora, ennek itt semmiféle esélye nincs arra, hogy kárt okoz. Gyakorlatilag így utólag meg lehet állapítani, hogy a perenoszpora ellen az idén itt a szőlőültetvényeknek a nagy részén, mondhatnám talán mindenhol, védekezni se kellett. Ellenben a perenoszporával általában együtt járó másik fő betegséggel, a lisztharmattal a 2014-es járvány óta és előtte is szinte minden évben folyamatosan védekezni kellett, mert jelen volt, jelen van. Nem volt ez másként az idén sem. Aki időben észrevette és nem hagyott ki permetezéseket, az rutinból is megvédhette a szőlőjét, a lisztharmattól is, a gyenge közepes fertőzés negatív hatásaitól. Azok az igazi járványos évek, azok nincsenek. Utoljára 2014-ben volt egy ilyen nagy erejű járvány, és azóta végig ez a közepes fertőzés, hol egy kicsit gyöngébb az átlagosnál, hol egy kicsit súlyosabb. Ez most olyan egy kicsivel gyöngébb volt, kellett védekezni a lisztharmattal azért mindenképpen kellett védekezni, ahol ezt nem tették meg, ott látszik, hogy a termés azért jelentősen kisebb, és hát a minősége is olyankor nagyon leromlik, hogyha lisztharmatos a szőlő, tehát egy kicsi lisztharmatot se szoktunk megengedni, nagyon minimális az, ami elfogadható. Azt szoktuk mondani, hogy a bogyókon olyan 1-2%-os borításnál nagyobb semmiképpen nem kívánatos, már annyi még belefér. Vagyis egy átlagos védekezési program elég volt. Azért a kertbarátkori szinten előfordulhat, hogy kihagytak permetezéseket, és erősebb szereket használtak a termelők, mint az indokolt lenne. A szakember sportnyelven szólva azt mondja, sokszor nem jön be ez a taktika. Ilyen körülmények között is, amik most voltak, tehát fontos az, hogy jól válassza meg valaki a szereket, és hogy azért mindenképpen azokat az időközöket, amiket ajánlunk, ez a 10-12 napos védekezési időközöket, ezeket lehetőleg sokkal ne lépjék túl. Szóba hoztuk a délről délnyugatról begyűrűző úgynevezett mediterrán betegségeket, az állati kártevőt, a szőlőkabócát, az általa okozott, akár tőkevesztéshez is vezethető levélsárgulást, a fitoplazmát, amely szerencsére a szekszárd és a tolnai borvidéken nincs igazán komoly mértékben jelen. Lárvák szintjén Füzi István az idén is találkozott a kabócával. Volt olyan, hogy szinte minden egyes levélen találtam egy-egy lárvát belőle, tehát ennek a gyakorisága az egyre nagyobb, tehát sok van belőle, és oda kell figyelni. A védekezés nem van túl bonyolult, mivel egy nemzedéke van ennek a fajnak, egyszer kell jól eltalálni egy ószerrel a védekezést, valamikor a virágzás utáni időszakban, ugye a sörét nagyságú bogyó állapotnál, és akkor ezzel nagyjából megoldjuk azt, hogy a kártevőt azon a részen elpusztítjuk. Sajnos, ami az állati kártevőket illeti, bizony van új a nap alatt. Úgy 2-3 évvel ezelőtt észlelték a növényvédelem hazai szakemberei egy újabb, szintén Amerikából származó moly jelenlétét, érdekes rajzolatát a levélen, igazándiból még nem ismerjük őt.
Az a kígyóaknás szőlőmoly, amit most egy 3-4 éve észlelünk itt a borvidéken, különösen ott lehet látni, ahol egyáltalán nem védekeznek, ilyen házikerti lugasoknál, meg ott található meg, ilyen pici kis aknákat válj ez a kártevő a szőlőnek a levéllemezébe, és a levéllemeznek a két oldalon belül ott rágja ki az aknát magának, és hát egy szép kígyó alakú lesz az akna, innen kapta a nevet, hogy kígyóaknás szőlőmolyán. Most kutatjuk mi is, hogy tulajdonképpen milyen a biológiája ennek. Nekem is van csapdám kint, amivel rendszeresen megfigyelem ezt a kártevőt, és az látszik, most érdekes módon, eddig úgy föltételezték, hogy két nemzedéke van, és Magyarországon egy harmadik, egy ilyen csonka nemzedék is kifejlődik. Én most úgy láttam az idén, hogy alapvetően 4 nemzedéket lehet szépen elkülöníteni. Aktuális kutatás tárgyát képezheti nemzetközi és hazai szinten is a kígyóaknás szőlőmoly keletkezése, jelenléte, főleg az, milyen károkat tud okozni. Az idei tapasztalati tények alapján lehetünk optimisták, a szélsőséges időjárás, a hideg tavasz, a meglehetősen száraz nyár után Füzi István például jóval kevesebb ilyen rajzolatú levéllel találkozott, mint az elmúlt 2 évben.